A mi általunk bemutatott pingvin az pápa szemes pingvin. Ugye ez nem sokat árul el ebből, hogy ők onnan is származnak. Dél-afrikai pingvineknek is hívjuk őket, hiszen Dél-Afrikából Namíbia és a környező szigetek az eredeti hazájuk. Úgyhogy hát leginkább a séta is gyakorlatilag ennek köszönhető, mert hogy ezek a madarak téli időben azért egy kis temperált belsőt igényelnek, és hogy ezt, ha nagyon gyakran használják, az bizony egy nagyon ingerszegény környezet, és ennek köszönhetően jött létre az, hogy lehetőséget biztosítunk számukra napi rendszerességgel téli időbe ezt a kis szűk belsőt elhagyni, és egy nagy sétát tenni az állatkert területén. Nyilván annak köszönhetően, hogy ezek a madarak nagyon érzékenyek a madár maláriára egész nyáron, ezt nem tehetjük meg. Egyrészt okafogyottá is válik, amikor a medencékbe úszkálva egész nyarat eltöltik, de bizony téli időben, mert hogy a szúnyogok eltűnnek, ezt így meg tudjuk tenni. Szóval a szúnyogok azok, akik ezt a betegséget terjesztik, és akkor ennek köszönhetően nyári időben szó se lehet arról, hogy kimenjünk a kifutón kívül. A madarainkat igen, megjelöltük kis szárnygyűrűkkel, mindenkinek különböző színű szárnygyűrűje van, ami azért nagyon fontos, mert kizárólag tengeri hallal táplálkoznak, és ennek okán vitaminokkal ezt ki kell egészítsük. Úgy tudjuk legnagyobb biztonsággal megtenni, hogy minden madárnak elkészítünk egy, azaz egy darab vitaminos halat, és ebből mindenkinek azt az egyet kell megkapnia. Ebben van nagy segítségünkre a szárnygyűrűk jelenléte, amikor így mondjuk a tüneménnyel állok szemben, ismerem őket, de amikor nagy tolongás van, nem egyszerű eldönteni, kinek adtunk már, csak rápillantok a szárnygyűrűjére, hogy ő lila, és akkor így nem tudom ezt eltéveszteni. Úgyhogy ezért vannak ezek a gyűrűk. A séták során azért ezt így mindig el szoktuk mondani, hangsúlyozzuk, hogy a madarak közé ne vegyüljünk. A séta nem arról szól, hogy itt most mindenki arra megy, amerre akar. Nagyon fontos, mert hogy így annak ellenére, hogy nagyon bizalmasak, és persze ez készteti is az embereket arra, hogy őket megérintsék, nem szabad. Nagyon fontos, a madarak úgy reagálnak, annak ellenére, hogy nagyon bizalmasnak tűnnek, hogy a csőrükkel bizony-bizony odacsípnek, jelzik azt, hogy ezt így nem kellene tenni. Illetve hát még a szárnyaikkal is tudnak csapkodni, úgyhogy ez tud kellemetlenséget okozni, úgyhogy erre mindig felhívjuk a figyelmet. A sétáink nem arról szólnak, nem simogatásról szól, hanem egy kellemes séta megtételét az állatkert területén. Szentlőnszkáta érkeztünk, és így ez az első pingvin sétánk, amit itt találtunk. Interneten láttuk, hogy van ilyen, úgyhogy örömmel jöttünk. Budapesten többször láttunk már pingvineket igazából, de így testközelből még soha, hiszen érdekes és nagy élmény a gyerekeknek is, meg számunkra is.